Gyakorlatilag ez egy ünnepváró nap, ahol az Agora földszintjétől az Agora második emeletéig mindenhol a karácsonyt megelőzően egy kedves, közös játszóházra várjuk a gyerekeket. Folyamatos színpadi műsor, folyamatos kézműves programok és folyamatos egyéb játszóházak várják a gyerekeket és szülőket. Az adventi időszakban egy kedves, együtt töltött napot tölthessenek el. Azt lehet ezzel játszani, ki lehet rakni bármit, ilyen körökkel, meg ilyen csavarokkal. Az Agora 2009 óta dolgozik együtt a szabadkaiakkal, a szabadkai népkörrel. 2009 és 2011 között csináltunk közösen egy IPA projektet, amiben a határ magyar oldalán is, meg a határ szerb oldalán is több helyszínen bemutatkozott egy aranykapu játszóház. Ez a játszóház megérkezett most vendégségbe egy busznyi szabadkai gyerekkel együtt hozzánk ide a gyermekkarácsonyra. Számos játékot hoztunk el a Népkör Magyar Művelődési Központból, az Aranykapu játszóházból. Nagyon sok olyan játékunk van, amely a finom motorikát fejleszti. Például hoztunk egy teknőt, amiben kukoricacsövet tettünk bele. Úgy a gyerekek morzsolni tudják, ezzel az újukat tudják fejleszteni, tehát az új motorikájukat. Ezen kívül nagyon sok olyan játékunk van, például célbadobós játékok, vagy koordinációt segítő játékok, tehát ilyen libikókák, lengőtekiket, ilyen szem és kéz koordinációt fejlesztő játékaink. Napi szinten szoktuk használni, sőt számos rendezvényünkön, például az Interetno Fesztiválon is használjuk, illetve különböző születésnapokon a játszóház keretén belül is. Az az érdekessége a mi játékainknak, hogy egészen a pici gyerekektől a nagyokig mindenkinek kedvére tud választani a játékok közül. Milyen céllal csinálod? Apukámnak. Neki decemberben lesz a névnapja vagy szülinapja. Fönt lesz a karácsonyfán ez a rénszarva? Igen. Tesód van? Van. Kivágok neki egy nyuszit, és felragasztom egy olyan lapra, amire rajzolok egy rétet. És ő is szokott neked ajándékot csinálni? Hát igen, legóból. Az ünnep szokásainak a felevelítése, de egy feledhetetlen karácsonyi kézműves alkotóház és játszóház tulajdonképpen ez a mai nap, ahol színpadon bemutatkozik nagyon sok csoport és nagyon sok színpadi előadás. Sok esetben ez egy ilyen félévi bemutatkozó alkalom is, ahol a gyerekcsoportok bemutatják, hogy mi mindennel készültek, mi mindent tanultak az elmúlt fél évben. Több ezer gyereket várunk erre a napra évek óta ide mi hozzánk. Azt szeretnénk, hogy minél többen legyenek, és hogy minél többen jól érezzék magukat ezen a napon.